A Kodolányi János Egyetem, a Kodolányi János Gimnázium, az Ybl Miklós Szakgimnázium, Szakképzőiskola és Technikum, a Titkokháza Nonprofit Kft., a Székesfehérvári Informatikai és Távközlési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft., a Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. És a Pro Universitat Albenzi ZRT képviselői írták alá azt a szándéknyilatkozatot, mely alapján megalakulhat az Albenzis Tudásközpont. Vízi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora elmondta, hogy a jövőkép megvalósítása érdekében egy fejlődő, dinamikus, kulturális, oktatási, tudományos központtá szeretnék tenni a várost. Azok a szervezetek, köztük a Kodolányi János Egyetem, de a Kodolányi Gimnázium is az Albenzis Tudásközpontban egyesülve egy olyan szellemi műhelyt és egy olyan tudományos hinterlandot fog hozzátenni ennek mögé, a város mögé, amely garanciát ad arra, hogy ennek a városnak a dinamikus fejlődése ez töretlen maradjon. Cserpalkovics András polgármester a város szempontjából is meghatározónak nevezte az együttműködési nyilatkozat aláírását, kiemelve, hogy az a legfontosabb, hogy a Kodolányi János Egyetem fejlődjön, ennek pedig egyik legfontosabb szegmense, hogy az egyetem székhelye visszakerült Székesfehérvárra. Az új vezetők elképzelése arra irányul, hogy minél több szak, minél több kar, minél több képzés tekintetében a fehérvári képzési centrum és kampusz is erősödni és fejlődni tudjon. Ez csak együttműködésben elképzelhető, és ezzel az együttműködéssel kapcsolatban kötöttek a felek egymással egyfajta megállapodást. A polgármester hozzátette, hogy ez a folyamat is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalokat megszólítsák és ösztönözzék őket arra, hogy tanulmányaikat Székesfehérváron folytassák, és a későbbiekben pedig a városban vállaljanak munkát. A délután folyamán a Titkok Házában szervezett fórumon a Kodolányi János Egyetem részéről különböző ösztöndíjak és elismerések is gazdára találtak, valamint Domokos Tamás, szociológus, a Kodolányi János Egyetem fenntartói tanácsának elnöke, Változó világ, változó oktatás, Változó egyetem címmel tartott előadást a jelenlévőknek.